Nos, hát praktikusabb vizekre eveznék egy picikét most, és kerestem az urat, hogy uram, mi legyen a tanítás, mit szeretnél hallani tőlem, illetve hát mit szeretnél, ha előjönne ma, próbálok, és két felvevőm van, úgyhogy egy kicsit ilyen technikai kínlódás itt következni fog, de megpróbálom, hogy ezeket mind a kettőt jól tudjam kezelni. Szóval azt hiszem, hogy egy kicsit ilyen hétköznapi keresztény gondolatokra vitt engem az Úr, és pedig a Szellem szerint járni című jó, ismert, közismert, de soha elégszer el nem hangzó tanítás fog elkövetkezni újra. Hogyha nem tudjuk Istent követni, szóval menjünk ki kicsit vissza. Kezdjük a teremtéssel, hogy előrébre ne menjek. Nagyon-nagyon rövid ez a szakasz a Bibliában, ami megelőzi azt, hogy az ember bűnbe esett. Két fejezet összesen. A harmadik fejezet az már azzal foglalkozik, hogy az ember bűnbe esik. És az ember eltávolodik Istentől ilyen értelemben. Illetve még rosszabb a helyzet, hiszen Isten űzi ki az embert a paradicsomból. És innentől kezdődően egy ilyen tragédia sorozatot lehet meglátni, tudnék az, hogy Isten egyre jobban eltávolodik az emberiségtől. Gondolkodtatok azzal már, hogy mi történt a paradicsom kertjével? Van egy Éden nevű hely, ahol Isten teremt egy kertet, és amikor az embert megcsinálja, oda helyezi ebbe a kertbe. Az ember nem sokkal később elbukik, és Isten kizavarja ebből a kertből. Édenből nem zavarja ki, de a kertből kizavarja, és oda tesz egy kérubot, egy nem tudjuk mit jelent ez, hogy a villogó pallosnak a lángjával, hogy nehogy az ember bemenjen a kertbe, és szakítson az élet fájáról is, és örökké éljen. Tehát az ember életében elérkezik az a pillanat, amikor meg kell halni. De ebből az a szörnyűség, hogy Isten egyel hátrébb lép, és elküldi az embert, kiküldi az embert magától. De az Éden ott van, illetve a kert ott marad. Honnan tudjuk, hogy a kert ott marad? Hát amikor olvassuk Káin és Ábel történetét, akkor azt látjuk, hogy mind a ketten áldozatot hoznak az Úrnak. Hova? Hát jönnek a kerthez, mert hiszen tudják, hogy ott van az Úr. Ott volt az az állapot, amikor Istennek a beszéde esténként az alkony hűvösében lejött és beszélgetett Ádámban. És ezért odahozzák ezt az ajándékot. Aztán hamarosan történik egy gyilkosság, ugye egy testvérgyilkosság ennek kapcsán. Káin megöli Ábelt, és Isten elzavarja őket Édenből is. Ugye? Az embereket, Káint, és hát majd a leszármazottai, azok eltűnnek. Ábel meg halott, ugye? És még egy lépcsővel távolabb kerülünk az Istentől. És aztán jön a következő szörnyű esemény, ugye a Genezis 6, látják az Isten fiai, hogy szépek az ember lányai, stb. És Isten megszabja azt, hogy az emberiségnek az élete 120 év múlva jön az özönvíz, és eltakarít mindent gyakorlatilag. És ezt sokan azt tanítják, hogy az ember életkora legyen 120 év, én is sokáig ezt gondoltam, amíg azt nem láttam, fel nem tűnt, hogy hát a pátriárkák is éltek tovább, hosszabb életet ennél bőven. Tehát ez nem egy ilyen emberi élet hossz szabása volt, hanem az emberiség addig élt itt a Földön, mert utána jött az özönvíz. És amikor Metusela meghalt, jött az özönvíz. És akkor az Éden elpusztult, gondolom én, mert az egész Föld elpusztult, vagyis Istennek a földi rezidenciája eltűnt. Nem sokkal később, vagyis Isten eltávozott az emberiségtől, teljesen az ő jelenléte elment innen. És ezt újra és újra meg lehet figyelni a Bibliában, ezt az ismétlődő esemény, mert hát mi történik? Isten ugyanazt a parancsot adja Noénak, ugye Noéval valamilyen kapcsolata van Istennek, mert ki küldi őt a bárkából, érdekes. Tehát ebben van egy ilyen kis gondolat, hogy vele utazott vajon? Nem tudom. De minden esetre kiküldi őt a bárkából, és parancs ugyanaz, sokas, hogy szaporodj, töltsd be a földet,
tudjuk, mi történt, az emberiség ezt nem tetszett az emberiségnek ez a gondolat, és szépen azt mondta, hogy maradjunk egy helyen, szerezünk magunknak nevet, építsünk tornyot, ami az égig ér, és akkor Isten megzavarja a nyelveket, és szétzavarja az egész brigádot, és akkor elhívja Ábrahámot a következő pillanatban. Ábrahám megjön, és Ábrahám annyi jelenléte van Istennek a Földön, amiről tudunk, hogy Ábrahámmal néha találkozik, és van egy sálemi kultúra, Melkizedekkel az élén, amiről nem tudjuk, hogy micsoda. Különféle elméletek és legfőképpen különféle zsidó írásokból származó gondolatok vannak ezzel kapcsolatban, amiben most nem megyek bele, és amit én nem fogadok el, viszont megfelelő okok miatt, de lényeg az, hogy sálemi kultúrában úgy tűnik a magasságos Isten papja, az igazságnak a papja, a békességnek a királya, ez a Melkizedek, és Ábrahám, ezek ketten. És aztán lesz Izraelből egy nép. Aztán az Izrael kap egy elhívást, amikor kikerül Egyiptomból, és akkor megjelenik Isten jelenléte újra a Földön. Nem akarom hosszan húzni, lényeg az, hogy van a Szent Sátor, és ott van Isten jelenléte, és vonul Isten az emberekkel. Ezt se bírják sokáig, mert jön a 40 év kóvályás a sivatagban, és amikor végre sikerül letelepedni, akkor végre sikerül Istennek egy templomot építeni. Megépül ez a templom, fantasztikus, Isten jelenléte oda kerül, Isten ott van az emberekkel. De ez sem tart sokáig sajnos, mert hogy Izrael mindenféle bálványokat, idegen isteneket kezd imádgatni, meg hűtlen lesz, a lojalitását félreveti, és Isten szétzavarja őket fogságba, lerombolják a templomot. Aztán Izrael ébredezik, nyilván, ha lerombolták a templomot, Isten elment onnan. Épül egy második templom. Ezt is ismerjük, ugye Jézus idejében még éppen csak fejezgetik be, utolsó simításokat csinálják, és Jézus után nem sokkal, amikor Istennek a kegyelme megjelenik, személyesen megjelenik, megint kijelenik meg, megint Isten beszéde jelenik meg az emberiség számára, a zsidóság számára, úgy, ahogy megígérte Ábrahámnak, csak most hústestben, és nem fogadják el őt, és Isten jelenléte megint eltűnik a templomból, amikor Jézus meghal, ugye akkor a ketté szakad az a hatalmas nagy függöny, ami elválasztja a szentek szentjét a szent helytől, és Isten jelenléte elmegy, Jézus elmegy, és itt maradunk parlagon egészen addig a pillanatig, amíg ez a különlegesség nem történik, hogy a Szent Szellem megérkezik a Földre, és azt mondja, hogy Isten többet nem lakozik kőházban, hanem bennük lakozom az enyéinkben. És ezek vagyunk mi. És hogy Istennek a jelenléte és Istennek a közössége mennyire közel van hozzánk, vagy mennyire távol van tőlünk, az ugyanazon múlik, én azt gondolom, mint ami múlott is mindig az emberiség történelmében, mint ahogy múlott az embereknek az életében Izrael előtt, az embereknek az életében Izrael szövetségi időszakában, pontosan ugyanazon, hogy mennyire vagyunk lojálisak Isten akaratához, és mennyire élünk az ő tetszésére. Minél inkább az ő tetszésére élünk, és minél inkább lojálisak vagyunk az ő akaratához, az ő elképzeléséhez, annál erőteljesebben van jelen, én azt gondolom, Isten ereje, Isten jelenléte az életünkben. Természetesen a Szent Szellem nem távozik tőlünk, azt ma akármit is csinálunk, mert azt mondta az Úr, hogy el nem távozom tőled, el nem hagylak téged. A Szent Szellem egyszer és mindenkorra ott marad, a Biblia azt mondja, hogy megszomorodik a Szent Szellem. Tehát, hogyha úgy élsz, mint egy pogány, megszomorodik, vagy úgy élek, mint egy pogány, akkor megszomorodik a Szent Szellem, és visszahúzódik, és gyakorlatilag, mint hogy se lenne, hatástalanná válik az ő jelenléte az ember életében. És mi, nekünk keresztényeknek azon kéne lennünk, illetve hát azon vagyunk, hogy Isten minél többet tudjon szerepet vállalni az életünkből, minél nagyobb erővel tudjon jelen lenni, és ezért erről szól ez a tanítás. Tehát, hogy olyan dolgokat cselekedjünk, olyan dolgokban gondolkodjunk, ami Istent arra csábítja, ha tetszik így mondani, hogy közel vonza. Ugye azt mondta az Úr, azt mondja a Biblia az újszövetségi Szentírásban, hogy közeledjetek az Úrhoz, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a szíveiteket, a két szívűek, kezeteket, stb. Tehát ez egy világosan kijelentett bibliai alapelv, hogy minél inkább Isten elképzelése, szándéka és kívánsága szerint élsz, ő annál komolyabban vesz részt az életedben, annál úgymond közelebb van hozzád.
A terészet, hogy közeledj az Úrhoz, az az, hogy az ő kívánsága szerint próbálsz élni, Istennek a része meg az, hogy hát ő erre reagál úgy, hogy olyan dolgokkal vesz körül, amikkel különben nem lennél körülvéve. Na most mindez egy ellenséges környezetben történik, és mindig is ellenséges környezetben történt. Tehát amikor Ádám meg lett teremtve, és létesített Isten egy kertet, és oda behelyezte Ádámot, ez egy ellenséges környezetben történt. Honnan gondolom? Hát abban kertben bent volt az a lázadó, lázító valaki, akit Ádámnak ki kellett volna füstölni erről a földről. Nem az egész bolygót hívta Isten Édennek, és nem is az egész bolygó volt a kert. Csak egy része volt Éden, és annak csak egy része volt a kert. Ádámnak ezt kellett volna elterjeszteni. Én azt hiszem, és sok több biblia tudós azt gondolja, hogy egy ítélet utáni állapotról van szó, amit újra kellett volna építeni olyanná, amilyen Isten szerette volna építeni. És ezt Ádám elrontotta. Aztán amikor arról volt szó, hogy Ábrahám volt Istennel járó személy, szintén egy ellenséges környezetben volt. Hiszen kint a sivatagban, hol ezt támadta be, hol azt támadta be, hol innen volt probléma, hol onnan volt probléma, ugye? Aztán nézzük Izraelt. Izraelt állandóan támadták mindenfelől, ugye? Tehát gyakorlatilag jelen van, és mindig is jelen volt egy erő, ami Istennek a jelenlétét el akarja zavarni, és ennek a legegyszerűbb módja, hogy az Isten embereit, akivel Isten jelenléte van, aki élt Isten jelenléte itt van, azt az Isten népét vagy kicsinálni, vagy korrumpálni, és megfertőztetni, és tönkretenni, és akkor Isten visszahúzódik, mert hát a szentsége nem bírja azokat a dolgokat, amiket nem bír, és hogyha ugye erről volt szó nemrégen, tanítottam Dercsházán a nikolaiták cselekedeteiről, akik Bálám tanítását tartották, ahogy botránykövet vetettek Izrael fiai elé, és akkor Isten eltávozott tőlük. Tehát magyarán olyanra vették őket rá, az izraelitákat, hogy belülről megromoljanak. És akkor kívülről nem tudták őket elpusztítani, belülről megromoltak, és akkor Isten hagyta el őket. Tehát ez mindig is így megy, és ez az, amire nagyon vigyáznod kell, és ezeket a módszereket, amiket most én itt elmondok, javasolja, vagy hát mondja a Biblia, hogy mit cselekedjél ahhoz, hogy ilyen probléma ne legyen. Az első igénk a Kolossé 3.5, a második a Róma 13.14. Tehát a Kolossé 3.5, Róma 13.14. Magunkat búzdítandó, mondom mindezt el, a Kolossé 3.5, öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat. És akkor felsorol egy csomó dolgot, hogy mit? Míg a Róma 13.14 azt mondja, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok kívánságunkra. Három dolog hangzik itt el, az öldöklés, a felöltözés és a táplálás. És ez a három dolog gyakorlatilag, én azt gondolom, hogy letisztázza, hogy egy keresztény embernek mit kell csinálni és hogyan. Az első az öldöklésnél. Meg kell állapítsuk azt, hogy amikor a Biblia a testről beszél, akkor az egy fordítás, amit egyszerűen testnek, vagy bizonyos fordítások hústestnek fordítanak. Görögül egyszerűen szarksz, ami azt jelenti, hogy hús. Hús, de mint a tarja. Érted? Na de hát nyilván nem ezt érti alatta, mint hogy a szívből, vagy szívnek teljessége, ugye amikor ezt mondja a Biblia, akkor a görög azt mondja kardia, de hát az a szív ténylegesen, a húsdarab. Tehát nyilván ez átvitt értelmű, tehát nem arról van szó, hogy a hústestet, a fizikai testet meg kéne öldökölni, de a Biblia azt mutatja, Pál apostol azt mondja, hogy nincs bennem, az az én testemben jó, akkor megint csak arra látunk egy utalást, hogy nem a fizikai testtel van probléma, hanem van valami a fizikai testben, aminek van egy morális értéke. És amikor morális értékről beszélünk, vagyis erkölcsi értékről beszélünk, akkor mindig szellemi dolgokról beszélünk. Mert az erkölcs a szellemi dolog. Az előbb volt a szellemi érték, előbb volt a szellemi dimenzió, mint a testi. Gondolj bele, olyan lett az ember, mint közülünk egy jónak és rossznak tudója. Hoppá! Ez azt jelenti, hogy kipróbálta a jót és a rosszat is.
Ezt most, hogy miért ezt jelenti, ezt nem mondom el, mert elég hosszú és nagyon nagy kitérő lenne. De a lényeg az, hogy közülünk egy, az nem a Szent Szellem, hanem Isten ellen, Isten akarata ellen próbálkozó angyalok, illetve lényeknek a sokasága közé került az ember. Mert ugyanazt kipróbálta, mint ők, hogy Isten akarata ellen lépett. Jónak és rossznak tudója lett, tehát ez már az ember előtt létezett. Az, hogy Isten akarata ellen lépett valaki, ez nem az emberrel történt. Azt mondja a Biblia, hogy Ádámmal jött be a bűn a világba. Tehát ez már létezett korábban, létezett előtt. Nem zavar benneteket ez a recsegés ropogás? Jó? Szóljatok, ha igen. A netes hallgatóknak mondom, hogy a függönyt rángatja a szél. De végre van szél. Tehát dicsőség az Úrnak. Tehát a bűn előbb létezett, mint az ember meg lett volna teremtve, mert különben a bűn az ember által jött be ebbe a világba. Kint már létezett. Ja? Ez egy fontos dolog. És az embernek lett egy természete, amit a Biblia azt mondja, hogy testi természet, ami egy szellemi dimenzió, furcsa módon. Miért hívja a Biblia testinek? Azért, mert általában a testtel hajtjuk végre azokat a negatív dolgokat, amikre ez a dimenzió rávisz minket. Az igaz, hogy a testünkkel hajtjuk végre azt is, amire a Szent Szellem visz minket. Oké? Tehát a szellem vezetését azt is általában testre, ha már csak imádkozol. Hát ugye, használd a tüdődet, meg használod az agyadat, meg használod a szádat, meg a hangszálaidat, meg a légcsövedet, ez mind test, ugye? Tehát egy szellemi indítatásra indulsz be, de valamiért a Biblia ezt testinek mondja, ami negatív. Oké, ez az, amit meg kell öldökölni. Nem a fizikai tested, nem a biológiai tested, hanem a testnek ezt az aspektusát, és valamit látunk a testben, hogy mindenképpen ebbe az irányba, ebbe a negatív irányba akar minket húzni. Ugye azt mondja a Biblia, hogy ami a világban van, tehát determinálja a világot, az ember testi természete, mi alapján szemkívánsága, testkívánsága és kérkedő életforma, vagy az élet kérkedése nem a világ, nem az Istentől van, hanem a világból. Honnan került a világba? Tehát ha megnézzük, ez Ádámban már ott volt. Tehát magyarán, amikor az ember meg lett teremtve, és valószínűleg ezért a testhez igazítja ezt a Pál apostol meg mindenki, amikor Ádám meg lett teremtve, a testében ez már ott volt. Hiszen Évica látta, és ne károsztassuk a nőket, jó? Mert éppen ezt Éva látta meg, de hát ezzel az erővel Ádám is megláthatta volna a szemével, hogy kívánatos a fa, meg jónak tűnik eledelre, és kívánatos a bölcsességért, szemkívánság, testkívánság, életkérkedése, ugye? Tehát ez már ott volt. Na most nyilván az emberben ott volt a szellem is, ami ennek ellen tudott volna állni, és ott volt Isten beszéde is, ami segítségül hívva ennek ellen lehetett volna állni, hogy az ember elbukjon ott és akkor. Hát kérem szépen, ez az öldöklés része. És ezt majd ki fogjuk fejteni bőven. A másik, az felöltözés része. Ez pedig arról szól, hogy felöltözzétek a Jézus Krisztust. Az Úr Jézus Krisztust. Mi a csodát jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a természete, az valahol benned van, de fel kell öltözni. Magadra kell venni. Fel kell önteni. Hogy kívül is ott legyen. Most ami nagyon fontos dolog, ez csak most a technikai része, hogy a felöltözés a szándék nélkül nem megy. Ez egy szándékos cselekedet. Nem tudom, mert mindannyiunknak volt a kis gyereke, hát azt ugye nehéz felöltöztetni. Ugye? Amikor ő nem asszisztál ahhoz, hogy felöltöztessék. Elég nehéz ráadni ezt, azt. Most még élvezik is a kisgyerekek. Elrántja a lábát, az oknit, ne lehessen ráhúzni. És a többi rúgdalózik, mindent csinál. Élvezi, hogy jaj, de jó. Oké? Tehát ez egy szándékos cselekedet, és a másik az, hogy tudatos cselekedet. Hát ez nem megy véletlenül. Nem megy véletlenül. Véletlenül nem tudsz felöltözni. Jó? Aztán tanult cselekedet. Meg kell tanulni, hogy kell csinálni. Hát én elnézem a fiamat, ő teljesen máshogy köti a masnit a cipőjén, mint én. Masni, ugyanúgy
megállja a helyét, mert egyikünk lábára sem esik le a cipő. De tök máshogy, miért máshogy tanultam? De meg kellett tanulni, senki nem tudja ezt magától megcsinálni, és sorolhatnám, és végül a legfontosabb, hogy az ember önmagán csinálja. Önmagán. Hát régen rossz az, hogy felnőtt embert öltöztetni kell, Isten őrizzen, igaz? Önmagán csinálja. Na most, ezt Krisztusra is ezt el lehet mondani, hogy ha nem szándékunk felöltözni a Krisztust, akkor az nem fog felöltöződni ránk. Hiába azt mondja a Biblia a Róma 5-ben, hogy Isten szerelme kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk. Azt is mondja a Biblia, hogy Isten munkája bennünk az akarást és a véghez vitelt, de hogyha mi ezt nem visszük véghez, ha nem árasztjuk ki, akkor ez nem fog működni, nem fog, mert ez nem egy ösztönös dolog. Ott az akaratod, amivel el kell dönteni, hogy ezt akarom csinálni, azt meg nem. És ez, erre szoktam én mondani, nagyon-nagyon-nagyon sajnálatos dolog ez, és nagyon fáj, hogy ezt kell mondjam, de a kereszténység az az akaratos emberek sportja. Jó? A kegyelmet el lehet fogadni, üdvözülni lehet annak is, aki gyenge, mint a harmad, de keresztény életed, Krisztusi életed csak akkor tudsz élni, hogyha az akaratodat odarakod teljes egészében. Ez egy nagyon fontos gondolat, mert az embernek az egyik legjellemzőbb tulajdonsága a szabad akarata. És amikor a Biblia azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, akkor erről beszél. Ha csak félig meddig akarom, az nem fog működni sajnos. Muszáj teljes szívből odarakni magamat, mert akkor fog ez a dolog menni. És azt mondja a Biblia, hogy ha nem öltözzük fel az Úr Jézus Krisztust, akkor a Jelenések könyvében van egy-két ilyen gondolat a mezítelenség rutságáról. Ugye Jelenések 3.18, ha valaki le akar jönni, 3.18, meg a 19.8, Jelenések 3.18 és a 19.8, hogy adaténak nekik fehér ruháik, amik a szentek igazságos cselekedetei, mondja az egész, hogy védj tőlem fehér ruhákat, hogy ne látszon ki a mezítelenséged rutsága. És ez megint nyilván nem fizikai dologról van szó, hanem mesztelennek tűnik az ember, hogyha a megigazultság cselekedeteit nem cselekszi Isten előtt. Hát ugye az embert úgy teremtette, gondolj bele, mi az, amit van, amit minden helyzetben, bárhol, bármikor nálad lehet. A jó cselekedet. Nem? Az egy, amitől nem tudnak megfosztani téged. Hogy Istennek engedelmeskedsz, hogy másnak engedelmeskedsz. Minden másnak meg lehet téged fosztani. Ettől nem. Szabad akarattól nem. Oké? Jó, azt mondtuk, hogy tudatos, tehát meg kell tanulni, hogyan kell csinálni. És a Krisztus felöltözését is meg kell tanulni, hogyan kell csinálni, ezt mindig el szoktam mondani. És magunkon kell ezt elkövetni, tehát nem valaki máson kell elkövetni, hogy a krisztusi természet ki ábrázolódjék valaki másban, az annak a valaki másnak a dolga, és nem az én dolgom. Az igaz, Pál apostol mondja ilyet a galatáknak, hogy ismét fájdalommal szüllek benneteket, míg kiábrázolódik bennetek a Krisztus. De ez nem azt jelenti, hogy Pál erőszakkal ráveszi a galatákat arra, hogy azt csinálják, ami Isten akarata. Hanem arról van szó, hogy Pál ismét imádkozik, ugye, és ott van ez az a gondolat ugye Epafrásnál is, hogy agonizál szinte, agoniszomáit. Tehát nagyon erőteljesen imádkozik a Galata beliekért, hogy kiábrázolódjon bennük a Krisztus, és azt mondja Pál ismét, tehát már egyszer túl volt ezen. És akkor jöttek valakik, akik megkeverték a fejüket, és Pál apostol kezdhette előről, ezt szeretem a legjobban keresztény munkában, hogy jön valaki, megkeveri az illető fejét, és lehet mindent előről kezdeni, de Pál apostol hajlandó volt erre az előről kezdésre. Tehát lényeg az, hogy magunkon kell elvégezni. Te imádkozhatsz valaki másért, de ezt magunkon kell elvégezni. Nemrégen láttam, nem tudom, a Lee Strobel valakinek mond, de valamit ez a név, ez a Jézus dosszié. Megvan ez a könyv valakinek? Jézus dosszié, és ő mondta el az élete történetét, hogy ő az egyik legateistább érvelő, oknyomozó riporter volt, aki azt mondta, hogy ha édesanyád azt mondja neked, hogy szeret, ne hidd el, keresd meg a bizonyítékot. Tehát ő egy olyan újságíró volt, hogy semmit nem hitt el. Amerikában van egy ilyen újságírási gondolkodásmód,
Magyarországon nem ennyire érzem, hogy megkeresik az igazságot, és amíg annak a nyomait, illetve bizonyítékait meg nem találják, addig nem írják le a cikket. És legalább két forrásnak lenni kell egy-egy adott dologgal kapcsolatban, hogy a cikkbe kerüljön. Ez egy borzalmasan ateista és borzalmasan nyers ember volt ilyen szempontból, feleségemnek keresztény hitletén. És 2 évig imádkozott minden nap ezért az emberért, hogy az Úr ragadja őt meg. Már-már reménytelen volt a dolog, és akkor úgy született ez a könyv, ez a Jézus dosszié. Nem tudom, olvasta valaki? Ez egy ütős könyv egyébként, ajánlom elolvasásra. És megjelent magyarul, hogy feltette magában ez az ember, hogy bebizonyítja a felesége számára azt, hogy Jézus nem támad fel. Mert ezt sikerült bebizonyítani, akkor kiúsztuk a kereszténység alól a talajt, és 1 év 9 hónapjába került az az oknyomozás, ami alatt semmi más nem talált, csak bizonyítékot, bizonyíték hátán, hogy Jézus feltámad. És 1 év 9 hónap után elgondolkodott rajta, hogy jó, hát akkor valamit dönteni kéne ezzel kapcsolatban, mert most már nincs értelme további bizonyítékokat keresni, mert már abszolút biztos, és akkor fogadta el a Krisztus kegyelmét. És akkor tért meg az Úr Jézus Krisztushoz az ember. 1 év 9 hónapig azon munkálkodott, hogy bebizonyítsa feleségének, hogy az egész humbug. És hát más is járt így már, ez a Louis Wallace név, nem tudom, mond-e nektek valamit. Ő volt, aki a Ben Hur történetet írta, Lou Wallace, ez egy amerikai tiszt volt, aki szintén azt tette fel, hogy bebizonyítja, hogy az egész hülyeség, Krisztus nem volt, nem is létezett, nem is támadt föl, stb. És hát az ellenkezőjére jutott, és azért írta meg a Ben Hur történetét, hogy valamilyen evangelizációs produktumot letegyen az asztalra, ha már ekkorát dolgozott rajta, ami elég populáris ahhoz, hogy sok emberhez eljusson, és sokan elgondolkodjanak ezen a dolgon, és a könyv főszereplője nem a Ben Hur, hanem Jézus alapvetően, tehát ez volt az ő bizonyságtétele, ez egy amerikai katonatiszt volt. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy nem tudom, hogy is tértem el, és honnan tértem el ide, de a lényeg az, hogy a másik emberért imádkozhatsz, de a másik ember helyett nem cselekedhetsz. A harmadik, ami ebben a néhány igében Róma 13-14 végén van, hogy ne tápláljátok a testet indulatokra, ez a tápláljátok. Nagyon egyszerű a kép. A Galata 6-8-at hozzáolvassuk, a Galata 6-8-at, akkor azt látjuk, hogy aki vett az ő testének, a testből aradt veszedelmet. Aki pedig vett a szellemnek, az a szellemből aradt örök életet. Tehát magyarán ebből úgy látszik, hogy oké, lehet táplálni a testet indulatokra, de lehet táplálni a szellemet is. A szellemet is valamilyen módon. És hát ezeket fogjuk megnézni, hogy hogyan kell táplálni egyiket, hogyan kell táplálni a másikat, és ez egy életforma bizony, és az első ponthoz jutunk most el, hogy a test egyik fajta táplálása az, idézőjelbe, hogy véghez visszük a test kívánságát. Minél többször viszed véghez a test kívánságát, annál nehezebb lesz visszaszorítani. Ugye azt mondja a Galata 5.16-ban az ige, hogy mondom pedig a szellem szerint járjátok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Na most nyilván a Biblia definiálja, hogy mi a test kívánsága, és hát ilyenkor azt is mindig el szoktam mondani, drága Pál testvérünknek, meg Péternek, meg többieknek azért volt kínja ezeket a dolgokat megírni, és azért volt gondja ezeket megírni, és több tedd, ne tedd van az újszövetségi szentírásban, mint az ószövetségben, amennyi törvény. Ugye, már 613 törvény van az ószövetségben, és valami 1100 valamennyi utasítás van, hogy tedd, ne tedd az újszövetségben. Tacára annak az újszövetség sokkal rövidebb. Szóval miért? Azért, mert elég lett volna, ha ezeket a gyakorlatba viszik a keresztények ezeket a dolgokat, akkor nem kellett volna erről írni. A keresztényeknek, az akkor újjászületett keresztényeknek lett volna valami hangyányi elképzelése azzal kapcsolatban, hogy Isten miket vár el, akkor ezekről a dolgokról nem kellett volna Pálnak írni. Gondolj csak bele, amikor Izrael kihívott, kihozták Izraelt a
Egyiptomból, és elindultak az ígéret földje felé, és Hórebnél találkoztak Istennel, aki átadta neki a törvény, nekik a törvényt, akkor kevés embernek tűnik fel a tény, hogy egy évet tartózkodtak a Hórebb lábánál. Egy évig ott voltak. Minek? Azért, mert generációk teltek el azóta, és kihalt mindenki, aki még ismerte Istent. És aki ismerjük ugye József történetét, és ő rajtuk keresztül került Izrael Egyiptomba, és ott menekültek meg egy éhínség elől. Egyiptom volt az a hely, ahol elszaporodtak a zsidóság. Na de hát generációváltás történt. Egyiptomban voltak 200 valahány évig, 430 évig voltak Egyiptomban és a pusztában, kettő együtt. Tehát 200 valahány évig voltak Egyiptomban, és ez bőven elég a generációváltáshoz, és ahhoz, hogy az embereknek már csak ilyen hallomása legyen arról, hogy Isten milyen volt, meg Isten milyen, meg hogy volt egy Isten, amikor valahol volt, egy figura, aki megjelent ennek az Ábrahámnak. Oké? Okay? És ezeket az embereket meg kellett tanítani Isten elvárásaira, meg kell tanítani Istennek a dolgaira, meg kell tanítani azokra az alapszabályokra, amiket Isten szeretne, hogy csináljon az ember, és amiktől Isten irtózik, hogy az ember ne csinálja. Na most, amikor az első keresztények megtértek Korintusba, Jim szokta volt mondani, hogy a Korintusban ritka volt az a nagymama, aki ne szolgált volna bálvány templomba prostituáltként. Csak most már nagymama volt, és valakinek az aranyos nagymamája volt. Ez egy érdekes gondolat, én nem tudom, hogy ez így van, vagy nem így van, de hát egy olyan helyzetben voltak azok a keresztények, akik akkor megtértek, hogy fogalmuk nem volt a mózesi törvényekről, fogalmuk nem volt Istennek a morális elképzeléseiről, fogalmuk nem volt erről az egészről. Sajnos úgy tűnik, nem volt elegendő megtanulniuk szeretetben járni, mert nem gondolták át, hogy a tevékenységeiknek milyen távlati következményeik lesznek. Na most Istennek a törvénye mindig arról szól, hogy ha azokat megtartod, akkor nem kell átgondolnod, hogy a tevékenységnek milyen távlati következményei lesznek. Se pró, se kontra. Ugye? Hát azt csináld, amit Isten mond neked, akkor valahol a távoli időben ez visszajön, mint áldás. Ha azt csináld, amiről Isten azt mondja, hogy ne csináld, az valamikor közelebb távoli időben visszajön, mint katasztrófa az életedbe. És hogy az embernek ne kelljen sokat gondolkodni, és hogy a keresztényeket megmentsék a saját hülyeségeiktől, ezért van tele az újszövetségi szentírás tedd, ne tedd dolgokkal. És ezért mondja a Galata 5.19 el, hogy mik a test cselekedetei. Fel is olvasom. Kezdődik a szexel, ugye házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Aztán jönnek a szellemi dolgok. Innen tudjuk, hogy a test, amikor a Biblia azt mondja, hogy test, nem a fizikaira gondol. Mert nézd meg, mi jön? Bálványimádás. Az nem fizikai dolog. Jó? Varázslás. Az sem fizikai dolog. Ellenségeskedés. Az sem, képzeld el, nem fizikai dolog. Az ellenségeskedés a szellemi dolog. Sátán ellene ment Istennek. Az nem fizikai dolog volt. Oké? Okay? Versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodás, visszavonás, pártütés, irigység, gyilkosság, részegség, dobzódás, vagyis hát a telhetetlen hedonista élfajhászás, az a dobzódás, hogy Károly így mondja, és ezekhez hasonló. Isten végig erről beszélt, hogy amit ne. Oké? Okay? Ugye? De ezeknek az embereknek, akik ott akkor a pogány világban megtértek, teljesen természetes dolgok voltak, bizonyos dolgok, amikre Isten azt mondta, hogy te jó szagú, hát nem szabad ilyet csinálni. Oké? Okay? Na hát a Róma 8.3, az az egyik kedvenc igém, ami azt mondja, ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában, és a bűnét kárhoztatta a bűnt a testben. Következő ige, 4-es, hogy a törvénynek megigazultsága vagy igazságos követelése beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem a szellem szerint. Vagyis, ez egy kicsit ilyen 22-es csapdája-szerű dolog, hogyha gyakorlattá teszi valaki az életében azt, hogy igyekszik Isten akarata szerint távol tartani magát bizonyos dolgoktól, és gyakorlattá teszi az ember az életében azt, hogy Isten akaratát próbálja erővel megtenni, akkor az illetőnek az életében elindul egy olyan folyamat, ami a
teljesen Isten számára való elválasztás állapotáig jut. Amit a test nem tudott megtenni, illetve amit az ember nem tudott megtenni, amit a törvény nem tudott megtenni, azt megcsinálta Isten. Mit nem tudott megcsinálni az ember? Az ember nem tudja megcsinálni azt, hogy tökéletesen él. Az ember nem tudja megcsinálni azt, hogy mindig tökéletesen cselekszik. Az ember nem tudja megcsinálni azt, hogy sosem botlik el. Ezt egy figura tudta megcsinálni, Jézus. Eljött Isten Jézusként, és aztán kárhoztatta a bűnt a testben. Testben vállalta fel a büntetést a bűnökért. Miután tökéletesen élt. Ezt a törvény nem tudta megcsinálni. Ha a törvény meg tudta volna csinálni, akadt volna egy ember, akkor Jézusnak, Istennek magának nem kellett volna eljönni. Az az egy ember meghaltott volna az összesért. Ha? Hát ez így nem történt meg. Tehát például, ha Ádám tudta, nélkül történt volna, amit Éva csinált, csak hát Ádám ott volt, úgyhogy Ádám tudtával történt sajnos, Ádám meghaltott volna Éváért. Sietett volna a feltámadás, és mint tökéletes nemzetség szaporodtunk volna el, de hát nem így sikerült a dolog. Dicsőség Istennek. A másik oldala a dolognak, tehát az egyik dolog, egyik oldala az, hogy amire Isten azt mondja, ne, azt próbáld meg nem. A másik oldala, hogy figyelni belülre, mert hiszen Isten szelleme kitöltetett beléd, és azokra az indítatásokra figyelni, és azokat erőszakkal véghez vinni, amiket Isten rak beléd. Ez a Filippi 2.12-13, ez a pozitív oldala a dolog. Egyébként, hogy nem csak, tehát mivel benned van Isten szelleme, benned van egy új lelkiismeret, ezért nem a Tórát kell bugarásznod, hogy most fú, mit nem szabad, mit szabad. Érzette azt jól, hogy ezt nem kéne. Érzette azt jól, hogy ezt nem kéne. Oké? Okay? Meg azt is érzed, hogy na, ezt viszont kéne csinálni. Jön egy indítatás, és azt mondja a Filippi 2.12-13, ez nagyon sokszor félreértett, igen? Annak okáért szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mert az Isten az, aki munkálja bennetek. Mind az akarást, mind a munkálást az ő jó kedvéből. Tehát, hogy minek kell itt engedelmeskedni, mitől kell és félni és rettegni, és mit jelent ez az ige? Ugye? Hát mi a félelemmel és a rettegéssel kezdjük, ugye mindenki tisztázzuk, hogy nem, a félelem az nem úgy értendő, mint ahogy a legtöbb ember gondolja. Mert azt mondja a Biblia, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Aki fél nem ismerte meg a szeretetet, mert a teljes szeretet kiűzi a félelmet, akkor most miről beszélünk? Egyszer ezt mondja a Biblia, egyszer azt? Nem, nyilvánvalóan nem attól kell félni, hogy mi tört, jaj, mi történik, jaj, mi lesz, hanem attól kell félni, hogy az ember kicsúszik Isten akaratából. Ez ettől lehet félni, mert ennek következményei vannak. Ugye? És azt mondja, hogy vidd véghez az üdvösségre. Mit jelent, a bánatot jelent, hogy véghez vinni az üdvösségem? Most van üdvösségem, vagy nincs? Hát kérem, ezt egy 20. századi elme úgy gondolja, hogy akkor ezek szerint nincs, mert hát nekem kell véghez vinni. De aki ismeri a Bibliát, és ismeri főleg a Róma levelet, az tudja, hogy üdvösségem van, csak ennek az üdvösségnek bele csomagolt dolgokat nekem kell kicsomagolni és véghez vinni. Tehát az, hogy én nekem van valamim, azt nekem használni kell arra, amire használatos. Oké? Okay? Így is lehetne mondani. Tehát, hogyha neked van egy autód és benn áll a garázsban, mert Isten ajándékba adta neked, akkor neked kell óvatosan, finoman megtanulni, kezelni, és úgymond véghez vinni azt, amire az az autó való, mert különben tök hiába van neked egy autód, hogyha soha az életben nem ülsz bele, és nem csinálsz vele semmi. Ugyan van, csak semmi haszna. Hasonló az üdvösség, rendben van, Isten kegyelmet adott neked, na de hát ebben a kegyelemben nem csak az van benned, hogyha tégla fejedre esik, akkor elmész a mennybe, hanem egy csomó dolgot Isten szeretne rajtad keresztül véghez vinni. Ő az, aki munkálja benned a munkálást, akarást, és hogyha te óvatosan, finoman nem kezded el ezt megtanulni, ezt hogy kell véghez vinni, akkor hiába van a garázsodban az üdvösség. Sose fogsz vele eljutni máshova. Ez nagyon fontos gondolat. Tehát a Pál erre gondol, hogy véghez vinni, tehát mindazt, amit Isten belekalkulált abba az üdvösségbe, azon túl, hogy mehetsz a mennybe,
mert azt majd Isten csinálja, azt te csinálod, oké? Okay? Ott jön a tégla, és akkor angyalok elvisznek a mennybe. De az a vége, addig is van üdvösséged, ugye? A megigazultság cselekedeteiről van szó, amiről beszéltünk, hogy a szentek igazságos cselekedetei, a fehér ruhák. Azt neked kell végcsinálni, mert a szabad akaratodat Isten nem vette el. Tehát amit Isten benned indítatást tesz, azt erőszakkal meg kell csinálni, ha tetszik, ha nem. Nagyon sokszor arra indít az Úr, hogy jaj, ne! Ha megint imádkozni, mert megint el kell menni prédikálni, jaj, ne! Most komolyan, ez kellene csinálni, hú, persze, nem tetszik. De nem tagadhatod le, hogy ott az indítatás, és akkor meg kell csinálni. Oké, okay. Ő az, aki véghez viszi, ő az, aki munkája benned. És ennek kell engedelmeskedni. Azt mondja Pál apostol, most távol vagyok, tehát most sokkal inkább figyeljetek arra, amit Isten bennetek végez. Mert jelenlétemben még csak felhívom a figyelmet, hogy figyelj testvér, hello, hello. De most távol vagyok. Most rá vagy arra szorulva, hogy, az, hogy figyelj belőle. Én azt gondolom, hogy ez történt az abcselbe 40 napig, amíg Jézus 40 napon át parancsolatokat adott a tanítványoknak a szellem által, és megjelent nekik 40 napon át. Megvan? Emlékeztek erre a dologra? Lukács írja ugye az abcselbe, hogy ez történt. Valószínűleg Jézus tanítja őket, hogy hogyan kell a szellem vezetését elcsípni, megcsinálni, és egyeztetnek később, mert különben miért jelenne meg nekik? És miért a Szent Szellem által adna nekik utasítást? Azért, mert Jézus elmegy a földről, slussz, nem jön ide többet, és vagy elveszik a szellem vezetését, vagy nem azt fogják csinálni, amit akarok. És azért kiképzi őket. Oké? Okay? Ez egy kiképzésről van szó. És hát ez az a módszer, amivel meg lehet öldökölni a test cselekedeteit. Róma 8.12.14. Róma 8.12.14. Mennyi ideje beszélek? Fú, sok ideje. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy a test szerint éljünk. Ki lettünk vásárolva. Mert ha test szerint éltek, meghaltok, de a test cselekedeteit a szellem által, szellemmel megöldökölitek, éltek. Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. De hogyan kell megöldökölni a test cselekedeteit? Úgy, hogy a szellem valamire vezet, azt meg kell csinálni. Mert azok, ez Isten fiainak a jellegzetes tulajdonsága, hogy Isten néha indítja őket, gyakran indítja őket valamire. És nyugodtan várd el Istentől a rendszeres indítatást mindenféle területen az életedben. Attól kezdve ez egy szellemi dolog, hogy az ember milyen dalokat válogat össze a gyülekezetbe, és erről volt egy bizonság, de az teljesen testi dolog, hogy az ember mit főz ebédre. Vagy mennyit? Ugye? És akkor ad a szellem egy indítatást neked, és akkor magad se érted, miért főztél másfélszer annyit, és egyszer csak betoppan valaki. És sorolhatnám, hogy milyen, vannak itt kereskedő emberek, ugye, hogy mi az, amire rátedd a kezed, mi az, amit megvegyél, mi az, amiből Isten hasznot csinál neked. És én hiszem, hogy erre Isten vezetést ad. Ha buszsofőr lennél, azt mondanám, hogy megkapod azt a figyelmeztetést, azt az érzést, hogy most lassítsál be, vagy most figyelj oda, mert a tragédiát kerülöd el. Isten praktikus. És nem csak abban vezet, hogy most milyen hatalmas szellemi világosságot kaptál egy igével kapcsolatban, vagy nem. Nem mindenki próféta, angyalom, nem mindenki tanító, de mindenki él ezen a bolygón. Gondolj bele, hát Isten egy egész emberiséget akart elszaporítani, ahol igen, lettek volna ott itt biztos, hát Ádám kertész volt, ugye? És hát Kain az első szülött fiú, az apja foglalkozását vette át, kertész lett ő is. Ábel meg állatokkal kezdett el foglalkozni, ő juhpásztor lett, vagy állattenyésztő lett. Ugye? Tehát ez ment volna tovább, tehát ott nyilván voltak mások is, jó? Nem csak állat és növény van a világon. Nagyon sokféle minden van, és ez nagyon sokféle minden közül nagyon sok minden helyes, Isten előtt tiszta dolog. Tehát, hogyha nem drogot árulsz, nem lányokat futtatsz, és nem tudom, mit csinálsz, akkor számíts Isten vezetésére abban, amit csinálsz. Legyen az bármi. Mert Isten hogyan fogja, azt mondja, megáldom a kimeneteledet, a bejöveteledet, a kosaradat, a dagasztótekenődet, minden. Hogyan és minek? Hát azért, mert Isten akarata az mindenhol a pozitív, és az áldás, és a jó, és a bőség, a minden. Hát hogyha ezeket a dolgokat Isten nem tudná megáldani, hogyan áldja meg? Hát úgy, hogy vezetést ad neked.
vezetést ad neked. Helyben leszel, észnél leszel, ott leszel, figyelmes leszel, meg lesz. És a végén a Kolossé 3:10-14-ig hadd olvassam fel, Kolossé 3:10-14, hogy mit öltözöl fel? Valaki számára kérdéses, hogy mit jelent felöltözni a Krisztust, mit öltözöl fel, amikor a Krisztust felöltözöd? Leírja a Krisztus tulajdonságait. Bocsánat. De nem úgy fogalmazza, hogy a Krisztust, hanem fel, ez a 10-es vers, jó? Kolossé 3:10. És felöltözzétek am az új embert, melynek újulása van annak ábrázata szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Egy új emberről van szó, aki benned van. Pál belső embernek hívja. Péter a szív elrejtett emberének hívja. Oké? Itt új embernek hívja a Biblia. Azt mondja Pál apostol, aki Krisztusban van, az új teremtés. Látod? Valaki azt teremtette, tehát benned van egy új teremtés, amit fel kell, tehát benned van egy krisztusi lényeg. Ha Krisztusban vagy, benned van. Óckodhatsz ellene, megpróbálhatod letagadni, de ha jól, jól akarsz járni, vagy azt akarod, hogy Isten áldása legyél, akkor megpróbálod azt minél inkább megélni. Ott, ahol vagy. Nem kell menni misszióba sehova, épp elég misszió az, ahol vagy. És itt már nincs többé görög, zsidó, körülmetélés vagy körülmetéletlenség, idegen szűk, szkítiai szolga, szabad, hanem minden és mindenekben a Krisztus, a felken. Öltözzétek fel azért, és most mondja, hogy mit? Szentek és, mint az Istenek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szív. Könyörületes szívű bárhol lehetsz. Jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, viseljétek el egymást, és bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak, ha valakinek a másik ellen panasza vala, ahogyan a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is, és mindezek fölé pedig öltözzétek fel a szeretetet, amely a tökéletességnek kötele. Hát kérem, ez az első dolog, amit az ember figyel. A másik dolog, és nem tudom, belemegyek-e, még van 13 percem, menjünk bele. A másik a gondolkodás. A második dolog a gondolat. Tehát az első dolog az, hogy igyekszem a cselekedeteket a belső indítatásból, és elkülönítve a szellem indítatásából csinálni, és nem a test dolgait megcselekedni. Mindenki pontosan tudja, hogy mi a test kívánsága, és mindenki tudja pontosan a lelki ismeretén át, hogy mi az, amit helyette csinálni kéne, vagy egyáltalán nem kéne csinálni semmi. Ez az első. A másik, a szellemnek, vagy a testnek a táplálás, az a gondolkodás. Azt mondja Róma 8:5, mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a szellem szerint valók pedig a szellem dolgaira. Tehát ami járatod az eszedet, az előbb-utóbb kicsúszik. Nagyon fontos dolog az, hogy igen, hát vannak a szellemnek a gondolatai, tehát vannak szellemi dolgok, és vannak testi dolgok, ezen is azon is lehet gondolkodni. És ez azt jelenti, hogy a harcnak a jelentős része az a fejünkben dúl, hogy mi az, amire gondolunk, és mi az, amire nem. Ez nagyon nehéz. Elkalandoztál már? Nagyon nehéz. Tehát ez az egyik legnehezebb dolog. A másik az még nehezebb lesz majd, jövő héten. A Filippi 4:8 következőt találja mondani továbbá, atyám fiai, csak amik igazak, amik tisztességesek, amik csak igazságosak, csak tiszták, csak kedvesek, csak jó hírűek. Ha van valami erény és van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Kőkemény. Jószerivel azt lehet mondani, hogy szinte semmi másra nem gondolhatsz, csak arra, amit Isten tesz, tett, vagy tenni fog, és ami meg van írva Istenről. Egy olyan világot kezdünk élni, ahol az igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, kedves, jó hírű, erényes és dicséretes dolgok annyira kevesek már, hogy jószerivel azt lehet mondani, hogy szinte nincs. Tehát különleges állapot, amikor valaki az ember megpihentetheti a gondolatát egy olyan emberen, aki tisztességesen cselekedett, aki igazságos volt, vagy aki erényes volt, aki dicséretre méltó. Hát ez egy unikum. És ezt a média, ami mindennek kiválogatja mindig az ellenkezőjét, ugye?
a rémest, a rettenetest, az istentelent, a tisztátalant, az igazságtalant, a rossz híreket, igaz, ezt önti rád, ez sátán munkája. Sátán munkája. Na de, van nekünk erre egy igénk, a 2 Korintus 10, 3-5-ig. Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. A mi vitézkedésünk fegyverei tudnék nem testiek, hanem erősek, az Istennek, erősségek lerontására, lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Ezt kérem fegyelem. És azt mondja a Biblia, hogyha képes vagy fogjul ejteni minden gondolatot, hogy a Krisztusnak engedelmeskedjen, ez egy nagyon erős fegyver. Ez nem testi fegyver, ez egy erős fegyver Isten számára, Isten kezében, Isten javára, Isten dolgaiért. Lerontani ezeket a magaslatokat, ez nem testi dolog. Tudni, gondolatok vannak anélkül is, hogy nincs, anélkül lenne tested. És már 1001 ilyen NDE, ez a Near Death Experiences van fönt az interneten, a halál közeli élmények, illetve hát van, aki azt mondja, hogy nem szereti a halál közeli élmény kifejezést, mert ő nem a halál közelében volt, ő halott volt, tehát van, aki a halál utáni élményeknek hívja, de hát akkor abból már kiderül nagyon sok esetben, hogy az embernek igen, vannak gondolatai. És a gondolatok nem az agyban zajlanak. Mert hogyha már nincs agyad, akkor is gondolkodsz. Itt van ez a jó embernek, ez az Aidan Alexandernek a könyve, aki hétig a saját klinikáján volt, teljesen biztosan agyhalott. És akkor bennük mesél arról, hogy mik történtek vele. Magyarán most már elfogadhatjuk szinte bizonyított ténynek, szinte, nem szinte, anélkül. Elfogadhatjuk bizonyított ténynek, hogy a gondolatok nem a fejben születnek, nem a fejben vannak. Ez nem testi dolog a gondolkodás. Az egy annál magasabb fokú létezés, a szellem dolog, és ezek nem testi dolog. Tehát amikor a gondolatokkal, a gondolataiddal bíbelődsz, a gondolataiddal harcolsz, és olyan okoskodásokat rontasz le, és magaslatokat, amelyek Isten ismerete ellen emeltettek, azok szellemi dolgok. Ezek nem testi dolgok, és ezek erősek Isten számára. Tehát fogjul ejteni minden gondolatot, hogy Krisztusnak engedelmeskedjen, az egy erős fegyver Isten számára. És hát mik ezek a gondolatok? Hát ugye nagyon Jézusnál egyértelműbben senki meg nem fogalmazza, az a János 6, 62-63, János 6, 62-63. A szellem az, ami megelevenít, a test nem használ semmit, mondja Jézus, a beszédek, amelyeket én szólok néktek, szellem és élet. Tehát, hogy igazi nagyágyú dolgokkal akarsz foglalkozni, és nagyágyú gondolatokkal megtölteni a fejedet, akkor amiket Jézus mondott, azokkal töltsd meg a fejed. Mert azt mondja, amiket én tanítok, a szellem és élet. Jó? Tehát nem fizikai módszerekkel vesszük fel ezt a dolgot, hanem szellemi módszerekkel. Róma 12:2-t és az Efezus 4:23-at még felolvasom, és akkor befejeztem már a amit el akartam mondani, ezt elmondom azzal együtt. Róma 12:1-2-t mindenki ismeri, amikor innen származik a mondás, hogy kérlek téged az Isten szerelmére. Isten szerelmére kérlek téged. Róma 1-ből származik ez a mondat. De a kettes, ami fontosabb, hogy ne szabd magad a világhoz, ne hasonulj a világhoz, még ne is hasonlíts magad össze a világgal. Nagyon nehéz megtenni. Hiszen körülvesznek téged a világi emberek, akik a szemkívánsága, testkívánsága kérkedő életformában élnek, és állandóan földobják neked a labdát, hogy te is kérkedj egy kicsit, te is kívánd ezt, te is tedd magad éve azt, tehát ne szabd magad ehhez, azt mondja, hogy zárkózz ettől el, hanem változz el, mivel foglalkozz, hogy változz el az elméd megújulása által. Na most ez feltételezi, hogy te elváltozol, az feltételezi azt, hogy előtte megújult az elméd. Erről beszél az Efezus 4:23. Megújuljatok pedig a ti elméteknek a szelleme szerint. És az elmének nincs szelleme úgy, ahogy ez egy mondás, ez egy idióma, a lényeges alapvető gondolkodás. Tehát a gondolkodásotok lényegét változtassátok meg. Ez azt jelenti.
és pedig Isten akaratának megfelelően, azokkal a tanításokkal, azokkal a dolgokkal, amiket Jézus tanított, meg hát nyilván, amiket Pál és Péter és a többiek tanítottak. Hát ez az a módszer, kétlépcsős módszer, hogy elkezdek úgy gondolkodni, hogy Isten gondolkodik, ahogy Isten tanít, az számomra az lesz a mérvadó, és elkezdek azzal én cselekedni. Máshogy ez a dolog nem játszik, és akkor tudom majd azt mondani, hogy jó, ezek a félelmek, hogy miről beszélünk. Például, ugye ismerjük mindenki ezt az igét, hogy semmifelől ne aggódjatok, hanem mindenkor minden imádságotokkal és könyörgésekkel, háladással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és Istennek a békessége, mely minden értelmet felülhalad, megőrzi szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez például arra nagyon jó illusztrálja azt, amiről most beszéltem. Eszedbe jut valami, amit beharangoznak, valamiről hallottál, háborúkról, háborúk híreiről, drágaság, stb. Eszedbe jut valamilyen dolog. És akkor eszedbe jut az az ige, hogy a pénz szeretete nélkül való legyen a ti magatok viselete, majd Károli Aj fordítja, hogy kapzsiság nélkül legyen a ti magatok viselete, mert ő mondotta, el nem hagylak téged, el nem távozom te tőled. Tehát akkor fogsz egy olyan igét, amivel lerontod azt, hogy jaj, nekem félni kell. Ha még mindig félsz, akkor meg előveszed ezt az igét, hogy jó, akkor én most hálát adok Istennek azért, hogy engem eddig ellátott, vagy hálát adok Istennek azért, hogy engem eddig megőrzött, és az az én kívánságom és kérésem Istenhez, hogy ezután is őrizzen meg. És miért? Mert ezt mondja nekem Isten, hogy ezt csináld, öreg. Ez egy jó példa arra, hogy hogyan állok ellen azoknak a gondolatoknak például, amik nem Istentől valóak. Oké? Valahol elő tudok kapni az igéből egy utasítást, aminek engedelmeskedni tudok akkor, hogyha valami más gondolat gyötör olyasmi, ami nem az Istentől való. Hát ez egy példa volt a sok közül, majd nézzünk még példákat. Én ezen a ponton köszönöm a figyelmet. Amen.